A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette. Zene többféle stílusban, mai műsorunkban kiemelt hangsúlyt kapnak a dallamok. Köszöntöm Önöket! Ellátogatunk a Zeneiskola zongoravatók koncertjére, de ott voltunk Bogi lemez bemutatóján is, és egy doboló hölgyet is megismerhetnek. Ötvös Géza fotói pedig a természet csodáit mutatják be a Berki Galériában, de nem hiányozhat a lapozgató és a programajánló rovat sem. Tartsanak velünk! A természet szépségei, az öreg tanyák világa köszönnek vissza Ötvös Géza fotóin. A Berki Galéria új időszaki tárlata tárja elénk a János Halmán élő nyugdíjas gyógyszerész alkotásait. A kiállítás megnyitóján mutatták be a Tiszán innen, Dunántúl című albumot is. A Berki Galéria az év folyamán több időszaki kiállítással jelentkezik majd. Tiszán innen, Dunántúl. Új időszaki kiállítás látható a Berki Galériában. A János Halmán élő, halasi kötődésű nyugdíjas gyógyszerész, Ötvös Géza fotókon tárja a látogatók elé a természet csodáit. Ifjúkora óta készít fényképeket, így hatalmas képanyaggal rendelkezik. 13 éves koromban kezdtem, akkor még kölcsöngépekkel, mert nem volt pénzem fényképezőgépre, de az elméletileg már nagyjából kapizsgáltam az dolgokat. Hát most már komoly felszerelésem van, de hát én is megöregettem most már. Átváltott a digitális technológiára? Igen. Én rögtön átváltottam, azt a régi analóg technikát, azt nem lehet összehasonlítani a digitálissal, ez teljesen másképp kell mindent csinálni, kivéve a felvétel technikát, ahol meg kell nyomni a gombot, és ennyi az egész. Ötvös Géza szívesen fotózza a tájat, az élővilágot, egy-egy helyet szeret különböző évszakokban bemutatni, hogy ez milyen ősszel, télen, tavasszal és nyáron. Ötvös Géza képeiből nemrég jelent meg egy album, Tiszán innen, Dunántúl címmel, és a Berki Galériában is egy szemet gyönyörködtető tárlatot mutat be. Igyekeztem olyan tájakat, a tájak olyan részleteit fényképezni, amelyek nem idegenforgalmi szempontból nevezetesek. Például Dunántúlon, az Óbányai tájon nem szerepeltettem a pisztrángos tavakat, a csepegősziklát, a ferdevízesést, mert akkor a könyv egy ilyen idegenforgalmi prospektussá vált volna. Inkább a tájak olyan részleteit, amelyek alig észrevehetőek a turisták számára. Ötvös Géza templomokat, öreg tanyákat is előszeretettel fényképez. Az egy kedvenc témám. Gyerekkoromban hát falun nőttem fel. 10 éves koromig Garán éltem. Utána Baján jártam iskolába. Utána Kiskunhalason. Aztán Szegeden jártam egyetemre. És most János Halmán élek, mivel annak idején, mint gyógyszerészt, oda helyeztek, és akkor ott is maradtam. A nyugdíjas gyógyszerész a mai napig aktív fotós, mint mondja, nincs ideje unatkozni. Most is fotózok tulajdonképpen, csak a Covid járvány miatt egy kicsit háttérbe szorult, de hát nem tudom hány tízezer képen van, úgyhogy most azokat rendezgetem inkább. Kiállításra a
most megjelent könyvemhez. Szóval, amióta nyugdíjas lettem, azóta nincs egy szabad percem sem. A fotókiállítás május 13-áig tekinthető meg, a Berki Galéria pedig újabb időszaki kiállítással várja majd az érdeklődőket. A múzeumnak az állandó kiállítások mellett minden évben ki kell találni, hogy mit mutassunk időszaki nagy kiállítást, és a Berki Galériában is azért tartunk időszaki kiállításokat, hogy ne csak az állandó Berki diószegit lehessen látni, hanem rakjunk mellé néznivalót. És ez tavaly összeszületett az ötlet, hogy készül az Ötvös Gézának a válogatott természetfotóiból a könyve, hogy ez jó alkalom arra, hogy készítsünk kiállítást az anyagából. A Berki Galéria az minden héten szerda, csütörtök, péntek délután látogatható, de csoportoknak nagyon szívesen ezen időn kívül is kinyitjuk. Most ugye az állandó Berki diószegi kiállítást látva és az Ötvös Gézának a természetfotói. Még van két kiállítási tervünk erre az évre, legközelebb Rászfodor Ibolyának a kiállítása nyílik majd májusban. Kétkezes, négykezes, nyolckezes, 16 mű csendült fel a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola zongoraavató koncertjén. Közös összefogással sikerült beszerezni egy 2 millió forint értékű hangverseny zongorát. A hangszer érkezését zenével ünnepelték, a koncerten természetesen főszerepet kapott az új zongora. Arra várnak a billentyűk, hogy őket megérinthessük. A kalapács üt, húr, pendül, a lélek is felezendül. 10 ujjat, ha ügyes rajta, a közönséget előcsalja. Érzést adjál bele, és megszólal a zene. És meg is szólalt a zene, hiszen egy koncerttel avatták fel a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola új hangverseny zongoráját. A régóta dédelgetett álmot közös összefogással sikerült megvalósítani. Nagy örömünkre sikerült egy hangverseny zongorával gazdagodnunk, és erre legutóbb 1988-ban volt példa, amikor is Kiskunhalasváros segítségével kaptuk az előző hangverseny zongoránkat, és hát már nagyon nagy szükség volt arra, hogy legyen egy párja ennek a zongorának, ami hangilag is és minőségben is megfelel egymásnak, és most végre sikerült ehhez a zongorához hozzájutnunk. Már gyakoroltunk rajta, hála Istennek, sikerült sok szép élményt szereznünk így a gyakorlások által, és hát most ezen a hangversenyen szeretnénk felavatni, és bízunk abban, hogy nagyon sok hangversenyünk lesz még ezen a zongorán, és nagyon örülünk neki, és köszönjük szépen mindenki támogatását. A zeneiskolai növendékek körében kedvelt hangszer a zongora, az avató ünnepségen volt, aki saját szerzeményt adott elő. Körülbelül 8 éve zongorázom, és azért szeretem igazából ezt a hangszert, mert nagyon sokat meg tud testesíteni. Egy egész szimfonikus művet át lehet írni zongorára, akár nagyon nagy volumenűeket, és szerintem ez a hangszer a hangszerek királynője, ahogy ezt szokták mondani. És hát azt mondják, hogy ez az egyik legnehezebb hangszer, mivel ezt szokták a legtöbbet gyakorolni. Most egy Télibáb című zongoradarabbal készültem. Ezt igazából én szereztem, a zongoratanárommal fogjuk előadni. Ez egy 2 zongorás előadási darab. Jelentkeztem zeneszerzésre, és föl is vettek a Weiner iskolába Budapestre, és szeretnék majd ezzel foglalkozni a későbbiekben. Thank you.
zongoravató koncertre többféle darabbal, többféle felállásban készültek a növendékek és tanáraik, hiszen a régi és az új zongora együtt olyan produkciókra is lehetőséget adnak, amire eddig nem nyílt mód. Erre az avató koncertre iskolánk billentyűs tanszakának növendékei készültek, egészen a legkisebbektől a továbbképzős növendékekig, sőt, még iskolánk művész tanára is fellépnek ezen a koncerten, olyan különleges műsorszámokkal is, mint például négy kezesek, illetve két zongorás is művek, hiszen ennek az új hangszernek a megléte most már lehetővé teszi azt, hogy két zongorán is bemutassuk a tudásunkat. A műsor igen vegyes, romantikus, illetve 20. századi zeneszerzők műveiből is hallhat majd a közönség. Sőt, sok orosz romantikus zeneszerző művei is felcsendülnek az est folyamán. Ennek a zongorának nagyon szép hangja van, gyönyörű csillogó a felső regisztere, illetve a mély regiszterek is nagyon-nagyon telt hangzásúak, nagyon gazdag hangzást lehet vele előidézni, úgyhogy nagyon szeretünk rajta játszani, kicsik-nagyok egyaránt. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy birtokba vehetjük most már ezt a hangszert, és úgy gondolom, hogy méltóképpen lesz felavatva ezzel a műsorral. Minden zongoratípusnak vannak sajátosságai. A Blüthner zongoránk, amelyik a régebbi, ő egy kicsit nehezebb járású hangszer, és egy kicsit olyan mélyebb tónusú hangja van. Ez az új Kawai típusú zongora, pedig sokkal csengőbb, zengőbb és sokkal könnyebb járású hangszer. Úgyhogy hát nagyon szeretünk játszani rajta, viszont az is jó, hogy a két zongorának a hangja teljes mértékben kiegészíti egymást, úgyhogy így a közös produkciók a két zongorán is remekül kivitelezhetők. Kiskunhalas emlékezetes állomása Csemer Boglárka, azaz Bogi pályafutásának, így az énekesnő fontosnak tartotta, hogy elhozza a városba a legújabb dalait. A lemez bemutatón több nyelven csendültek fel az új szerzemények, de a régi nagy sláger sem maradhatott ki a koncertről. Új dalok Bogitól, Kiskunhalas volt az egyik állomása a lemez bemutató turnénak. A koncertnek a Közösségek háza adott otthont. A dalok több nyelven csendültek fel. 9 új dallal érkeztünk. Megelőzte ezt egy elég hosszú alkotói folyamat. Most itt évelején volt egy sűrűbb alkotói időszak, de azért ezek több éve felhalmozódott dallamokból született végérvényes kompozíciók. Úgyhogy hát a halasi közönség most egy vadi új anyagot hallhat, és az első, jobban mondva a harmadik közönség, aki hallhatja ezeket a dalokat élőben. 2017-ben jelent meg a harmadik lemezem, és azóta megszületett a második kislányom, és eltelt 5 év. Tehát azért az anyaság az szerintem sokat formált rajtam. Most mondta is a legutóbbi koncerten, odajött hozzám egy férfi a koncert után, és konstatálta, hogy Boglárka maga egy érett nő lett. Én ezt nem tudom megítélni belülről, de azért nyilván ez változási folyamatokat elindított bennem, hogy az édesanyja lettem is kész. Úgyhogy a dalokban ez érződik, hogy egy érettebb dolog, ugyanúgy angolul, franciául és magyarul is énekelek majd ma este. Távol jársz tőlem most, tudom, hozzád szól szívemből dalom. Az énekesnő és zenész társai számára mozgalmas lesz az elkövetkező időszak, de örülnek annak, hogy ismét megnyíltak a lehetőségek. Még tart a lemezbemutató turnénk, még elmegyünk még két nagyvárosba, tavasszal-nyáron fesztiválok, ősszel pedig lesz a budapesti fővárosi lemezbemutató, azzal zárjuk a turnét. Kikkel dolgozol most együtt, kik a zenész társaid?
Szabó Tamás dobol, Antal Gábor zongorázik, Sünkovár Nagy Mihály elektromos csellózik, Szakonyi Julán gitározik és énekel, és az alkotói folyamatokban most bevontunk egy producert is, ő pedig Toldi Miki. Állandó összeszokott csapat vagytok így? A zenekarral igen, van akivel már 10 éve is együtt muzsikálok, tehát az egész produkció folyamatait közösen éljük át. A producer bevonás az egy nagyon friss dolog, ilyet még sose csináltunk, úgyhogy ez egy ilyen hangzásbeli különbséget mindenképp jelent, de megmaradnak ezek a zenekari hangszerelések is, szóval szeretnék majd minden dalhoz társítani minden elkészült produceri dal mellé egy zenekari verziót is majd a közönségnek. Csemer Boglárka, Bogi mindig szívesen látogatták Kiskunhalasra, kedves emlékek kötik ide. Sokszor el szoktam mondani, hogy Kiskunhalas az első városok egyike, aki befogadott engem, mint kezdő énekesnő a 20-as éveim elején, és ezt sose fogom elfelejteni a városnak, tehát nekem az akkora élmény volt, hogy friss, fiatal kezdő produkcióként énekelhettem itt a városotokban, nagyon színvonalas rendezvényeken, úgyhogy ezért Kiskunhalas nekem mindig egy picit eszembe juttatja így a kezdeteket, meg a 20-as éveimet. Családok, gyerekek is éneklik Bogi dalait, így még az sem kizárt, hogy egyszer egy gyermekalbumot is készítenek. Nagyon szeretnek az anyukák meg a gyerekeik, ezt úgy sokszor tapasztalom. Sokszor üzeneteket is írnak, hogy a kislányom a te hangodra tud elaludni. Úgyhogy ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a dobos kolléga mindig mondja, hogy Bogi, csináljunk egy gyereklemezt. Mert tényleg szeretik, tehát észrevettem én is, hogy a gyerekek így vonzódnak a hangomhoz. Úgyhogy majd lehet, hogy egyszer fogok, mert végülis most már megtehetem így 2 gyerek után, hogy csináljak egy nagyon jó kis gyereklemezt, de most egyelőre ezen a 4. albumon van a fókusz. A lemez bemutatón az új daloké volt a főszerep, de azért a régi nagy sláger, a Parfüm sem hiányozhatott, ezzel zárult a halasi koncert. Miként fejleszthetjük testi és lelki erőnket szimplán egy hideg zuhannyal? Hogyan segítheti a téli fagy saját korlátaink ledöntését? Ezekre az elsőre talán meglepő és nehezen értelmezhető kérdésekre ad választ a Jéghátány című könyv, mely teljesen megváltoztatta a Bibó István gimnázium egyik diákjának életét. Hogy mit is kapott konkrétan a kötet elolvasása során, azt majd most ő maga árulja el nézőinknek. Amit én választottam könyvet kedvencemképpen, az a Köln de Jong, illetve Wim Hof által közösen megírt a Jéghátány is című könyv, ami igazándiból arról szól, mint ahogy a cím is mutathatja, hogy a jéghátány is az ember bárhogyan nyugodtan meg tud élni. Most ez egy olyan dolog, ami eléggé tabunak számíthat, ugyanis én biztos vagyok benne, hogy önnek is, meg nekem is, sőt, még minden családnak megmondják alapnevelésbe, hogy ne menjen ki a hidegbe, mert beteg lesz, mindenféle baja lesz. Nos, rengeteg kutatás, illetve utánajárás gyakorlat, ezt elég erőteljesen úgymond megborítja ezt az alátámasztott, nem alátámasztott, de dolgot, miszerint a megfelelő légző gyakorlatokkal és elhivatottsággal ez teljes mértékben hamisnak számít, sőt egyébként annyira ellentetje is, hogy valamennyire még gyógyulni is lehet a hidegtől. Ezt úgy kell egyébként érteni, hogy a légzőgyakorlatoknak, amit a könyv bemutat, annak hála a véredények kitágulnak és a helyes működésüknek köszönhetően a vér széndioxid szintje úgy változik, hogy a testhőmérséklet változik. Ergo a nagyobb hideg az nem tesz kárt a testben, szervezetben, és a nem betegít meg lényegében. Emberi testtel tisztába kell lenni, mert nem minden érthető teljesen ahhoz, hogy a könyvet is és a módszert megértsük. Mert attól függetlenül, hogy a légzésről van szó, a légzésnek a menetéről, rengeteget ér ki a szív működésére, a különböző szervekre és ugye a véredényekre, mint ahogy azt én említettem.
szóval azért nem ártana az olvasó számára, hogy valamennyire tisztában legyen. Ez persze nem azt jelenti, hogy szinte nulla hozzáértéssel is el lehet kezdeni olvasni, mert én is ezt tettem egyébként. Elkezdtem olvasni, és az ember egyszerűen megérti egy idő után a könyvet. A gyakorlatok pedig, amiket megír a könyv, nagyon egyszerűen követhetők. Ezt úgy kell érteni, hogy megírja egy oldalban a könyv, hogy mit csinálj, és talán kettő oldal után az olvasó elmegy, megnyitja a csapot hidegre, és kipróbálja. És legvégül ezt a könyvet igazándiból én azt tudom mondani, hogy azoknak ajánlom, akik újat szeretnének kipróbálni, bizonyítani maguknak, jobban érezni magukat, mert ugye ebben a világban ez egy eléggé nagy kritérium, úgymond a sikeres élethez, hogy boldog is legyél mellette, és a hideg zuhanyzás, mivel ledöntjük a saját gondolatainkat, tévhiteinket a hidegről, azt gondolom, hogy sokkal boldogabb élete lehet egy embernek. Orgona és Olá Gergő koncert, irodalmi est és lovas hagyományok. Az elkövetkező napokban is többféle program várja Halason az érdeklődőket. Összeállítottunk egy kis ízelítőt a kínálatból, programajánló rovatunk következik. Lámpaláz, orgona virágzás. Újabb jótékonysági koncertet szervez a Zeneszerető Kiskunhalasért Alapítvány. Ezúttal az orgonáé lesz a főszerep. Helyszín a református templom. A koncert április 28-án 18 órakor kezdődik. Folytatódik a Petőfi 200 programsorozat, a Martonosi Pál Városi Könyvtár és a József Attila Irodalmi Kör. Április 28-án 18 órakor számít az érdeklődőkre. Székely Gábor Petőfi kutató, író, Petőfiről másképpen címmel tart előadást, a beszélgető társ Sári Kati. Együtt szabadon magyar cigányhősök. Kiskunhalasra is ellátogat az országot járó vándor kiállítás. A tablók április 29-e és május 5-e között tekinthetők meg a Sétál utcai közösségek házánál. Olá Gergő lesz a kiállítás megnyitó vendégelőadója. A népszerű énekes 29-én 17 órától ad ingyenes élőkoncertet a közösségek háza nagytermében. Április 29-től háromnapos nemzetközi díjugrató lovas versenyt rendeznek a Hírling József Lovas Parkban. A szervezők hagyományőrző és szabadidős programokkal is készülnek. A hagyományos május 1-i nemzetközi lovas verseny kerül megrendezésre. Április legvégén, ugye április 29-30 és május 1-én három napon keresztül várjuk a nézőket rendkívül izgalmas versenyszámokkal, és hát boldogan jelenthetjük, hogy 7 nemzet is részt vesz, tehát valóban egy nemzetközi mezőny előtt mezőnyt fogunk látni itt versenyezni. Én azt gondolom, hogy érdekes programok lesznek. A szombati napon olimpikonok találkozója, lovas olimpikonok találkozója. Tuska Pál, a határőr Dózsa Egyesület vezetője szervezte meg, hogy Kiskunhalasra érkezzenek a meglévő olimpikonjaink. Őket fogjuk vendégül látni és egy kicsit bemutatni a közönségnek. A vasárnap pedig még inkább a közönségnek kedves, hiszen a Honvéd Huszár rock érkeznek Budapestre, a Nemzeti Díszegység, és ők tartanak karusszel bemutatót. Most ezt a Kiskunhalasi Lovas Bandériumát engedte, vagy megtisztelőnek vesszük, hogy itt vannak velünk. Ugye a Kiskunhalasi Lovas Bandérium idén 25 éves, ebből az alkalomból egy kis ünnepséggel mi magunk is készülünk, és hát Pintér Tibor is érkezik, aki Lóháton fog előadni musicaleket. Reméljük, hogy már az Aladdinból is, ami ugye május 28-án kerül bemutatásra Kiskunhalason. Mai adásunkban is lehetőséget biztosítunk egy még szélesebb körben kevésbé ismert zenei formációnak a bemutatkozásra. A Szamasz együttes kimondottan zúzós dallamokat játszik, és ami a legjobb, hogy ők is ugyanúgy élvezik a dalaikat, mint a közönség tagjai. Aktívan 10 éve működő Budapest melletti zenekar vagyunk, Budakalászon van úgymond a székhelyünk, onnan ott van a próbatermünk, meg a zenekar nagy része ott lakik. Ez egy meglehetősen családi zenekar, a zenekar énekese a férjem, Kárász János, és a gitárosunk pedig az ő öccse, Kárász Dani,
és egyetlen egy nem családtag van a zenekarban, basszusgitárosunk Túróci Péter, mi így négyen alkotjuk a Szemát zenekart, és hát az, úgy skatujáznak be minket, hogy ilyen zúdos, modern metált játszunk, szóval elég kemény zene, de ezt szeretjük, persze finomítjuk és próbáljuk minél befogadhatóbbá alakítani azért a dalainkat, az újabb dalainkat, de úgy, hogy megmaradjon az a stílus, amit mi képviselünk és amit szeretünk. Mindig arra vágytam, hogy az ellenmúló erő folyton velem legyen, mint egy szükséges követő nekem. Nem is kell már más, ha ő kísér az úton, betűnölti nekem, folyton, folyton. Én még nagyon-nagyon kamaszlány voltam, amikor megláttam egy ilyen hirdetést, hogy a tanárom vállal dob oktatást, és akkor ez így megtetszett. Akkoriban kezdtem el ugye ilyesmi zenét is hallgatni, és akkor ez így maradt. Így anyukámnak volt ilyen reménye, hogy majd kinövi, hát nem nőttem ki. úgyhogy ez maradt. Ez egy ilyen kamaszkori fellángolásból indult, és aztán ilyen. Így maradt az életem része, a dobolás. Nem csak a dalszövegekben, hanem magában zeneileg is nagyon sok erő van a zenénkben. És a dalszövegek is azért pozitív töltetőek, tehát hogy azok is erőt sugároznak, és mivel magyar nyelven íródnak a dalszövegek, úgy gondolom, hogy még könnyebben tudnak azonosulni a hallgatók a szöveggel, illetve bele tudják vonni saját élethelyzetüket. És én úgy gondolom, hogy abszolút pozitív. Volt egy nagyon aktív időszaka a zenekarnak, amikor nyilván mi rétegzenét játszunk, tehát tudjuk azt, hogy nem fogja egész Magyarország a mi zenénket imádni, mert ez egy olyan stílus, amit valaki szeret, valaki nem, tehát azért megosztó stílus. Még mielőtt jött ez a nagy leállás a vírus miatt, azért sokat jártunk föllépni, és akkor egyre többen ismerték meg a zenekart, úgyhogy növekszik a követőinknek a száma, és azt hiszem, hogy egyre több emberhez tudunk eljutni. Ezt most már más szemszögből is kell csinálnunk, mert nyilván a mai világban már nem úgy működik, hogy koncertek előtt leutazunk a városba, kiplakátoljuk, hogy lesz koncert, tehát hogy ezeket a közösségi média felületeket kellett megtanulnunk jól használni, hogy minél több emberhez eljussunk, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút felfelé törekszik a zenekarunk minden szempontból. Most nagyon várjuk ezt, hogy újra el lehet kezdeni koncertezni, és hogy ez még egy nagy löket lesz a zenekarnak. Zenével zárjuk műsorunkat. Csemer Boglárka, Bogi, Törékenység című számával búcsúzunk ma önöktől. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Dans nos bras, on ne s'aime pas sans briser nos voix. Quelques solitudes restent nos habitudes. Il faudra changer. Quel drame. Qui es-tu? C'est la fragilité, fragilité de l'âme. Sans peur. On joue de la balance, on est impatient.
solitude restent nos habitudes. Il faudra changer. Quel drame. Qui es-tu? C'est la fragilité, fragilité de l'âme. Sans peur. A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette.